Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a heti TV hírműsorát látják. Magyarország marad az ENSZ migrációs tárgyalás sorozatában, és harcba száll azért, hogy érdemben befolyásolni tudja az elképzeléseket, közölte Lázár János, a miniszterelnökség vezetője a 109. kormányinfón, amelyet Kovács Zoltán kormány szóvivővel tartott közösen. Lázár János elmondta, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra kapott mandátumot, hogy szövegszerű javaslatot tegyen mind az 5 kifogásolt pontban, és érvényt szerezzen a magyar álláspontnak. A miniszter visszautasította az ENSZ azon állításait, miszerint a migráció kedvező lenne a gazdaságra, hasznos, kedvező és megállíthatatlan folyamat lenne. Az európai családok támogatása mellett foglalt állást jelezve, egyes nyugati és déli tagállamokban 20-30%-os munkanélküliség van. Hozzátette, a magyar példa pedig arról szól, hogy a migráció megállítható a külső határoknál. Lázár János bírálta továbbá, hogy a javaslat nem tenne különbséget politikai és gazdasági, legális és illegális migránsok között, és vitatta, hogy biztonságos és szabályozott útvonalat kellene kialakítani a gazdasági migránsoknak. A tárcavezető azt is kifogásolta, hogy az ENSZ szerint letelepedést és munkahelyet kellene biztosítani minden bevándorlónak. Példaként hozta, hogy ha ez korábban érvényben lett volna, akkor az 500 ezer magyar határhoz érkező illegális bevándorlónak is lehetőséget kellett volna adni, hogy itt letelepedjen, és nekik munkahelyet kellett volna biztosítani. A miniszter vállalhatatlannak ítélte, hogy az elképzelések szerint meg kellene szüntetni a jogi és fizikai akadályokat, átjárhatóvá kellene tenni a határokat. Ugyancsak az ország érdekeivel ellentétesnek nevezte, hogy szervezetté, folyamatossá és legálissá tennék a migrációt. Ez Afrikában 60 millió embernek jelentene meghívót, hívta fel a figyelmet, rámutatva, ők szociális támogatásokra lennének jogosultak és munkát kellene nekik adni. Lázár János a fentieken túl kiemelte a javaslat azon pontját is, amely szerint bárki bárhol születik, alapvető emberi jogként részesülne az Unióban kiharcolt és megdolgozott jobb életből. Ez gyakorlatilag megváltoztatná a világ térképét, hangoztatta. A tárcavezető értékelése szerint a magyar állásponthoz az unión belül és kívül is számos szövetséges lehet szerezni. Tucatnyi uniós tagállam van, amely nem ért egyet az ENSZ tervezetével. A miniszter arról is beszámolt, hogy a kormányülésen megvitatták a stopsoros törvénycsomagot. Jelezte, hogy a társadalmi egyeztetésen mintegy 900-an nyilvánítottak véleményt, és mindannyian a további szigorítás mellett foglaltak állást. Illetve arra bíztatták a kormányt, hogy tiltsa ki Magyarországról Soros Györgyöt. Utóbbira a magyar alkotmányos rendszer magyar állampolgár esetében nem ad lehetőséget, és nem is célja ez a kormánynak, tette hozzá. Azzal indokolta a parlamentnek benyújtott jogszabálymódosítást, hogy fizikai és jogi értelemben is eltűnjenek a kiskapuk, és minden szervezetet megállítsanak, amely a magyar állam érdekeivel ellentétben az illegális migrációt támogatják vagy szervezik. A törvénycsomag részleteit ismertetve elmondta, a belügyminisztérium engedélyéhez és nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kötnék azon szervezetek működését, amelyek harmadik országbeli emberek magyarországi belépését szponzorálják, szervezik, támogatják. Aki engedély nélkül folytat ilyen tevékenységet, az először egy ügyészségi felhívást kap, majd a fokozatosság elve szerint törlik az adószámát és bírságot szabnak ki. Az érintettek kötelesek külföldről származó bevételeiket rendszeresen bejelenteni a Nemzeti és Adó- és Vámhivatal felé. Ugyanezen szervezetek 25%-os illetéket is kötelesek fizetni. A bevétel a határvédelmi költségvetésbe megy, mondta Lázár János hozzátéve, a belügyminiszter pedig arra kap felhatalmazást, hogy alkalmazza az idegenrendészeti távoltartás lehetőségét azokkal szemben, akik sértik az ország nemzetbiztonsági érdekeit. A miniszter jelezte, hogy a csomagnak kétharmados többséget igénylő rendelkezései is vannak. Bíznak a pártok támogatásában, ha nem most, akkor április 8-a után lehetőség nyílik az elfogadásra, jegyezte meg. Kérdésre elmondta azt is, hogy szinte borítékolható, hogy a stopsoros törvénycsomag elfogadása után az EU kötelezettségszegési eljárást indít. Ebben a kérdésben megállíthatatlanok vagyunk, fogalmazott. Több kérdést is kapott a miniszter Európai Csalás Elleni Hivatal az Elios ZRT beruházásaival kapcsolatos jelentéséről. A hódmezővásárhelyi beruházás kapcsán elmondta, arra törekedtek, hogy csökkenjen a 100 millió forintos éves közvilágítási költség, és legyenek jól megvilágítva az utcák. A projekt kapcsán beszélt Tiborcz Istvánnal is, erősítette meg. Hozzátéve, a kormány fővejének a cégben ügy döntő befolyása soha nem volt. A Homolya Róbert államtitkárral kapcsolatos Olaf jelentésről azt hangsúlyozta, nem kell lemondania, nem volt összeférhetetlenség, ugyanis az államtitkár a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnök helyetteseként nem döntött olyan ügyekben, amelyeket pályázó
kormányzóként ő készített elő. Lázár János az Elios üggyel kapcsolatos kormányzati álláspontot firtató kérdésre azt mondta, annak kialakításával megvárják az Európai Bizottság véleményét. Mind a két Olaf jelentéssel kapcsolatban azt hangsúlyozta, ezek a jelentések vélemények, a végső szót még senki nem mondta ki. A dokumentumokat megkapják a magyar hatóságok és az EB is, ezt követően alakítja ki álláspontját az EB, az Olaf és a magyar vélemény figyelembevételével, mutatott rá. Külpolitikai híreink. 5 orosz állampolgár vesztette életét február 7-én Szíriában az Egyesült Államok vezette koalíció katonai csapásában, az első adatok szerint, jelentette be Maria Zaharova, orosz külügyi szóvivő. Zaharova hangsúlyozta, hogy nem orosz katonák haltak meg. A szóvivő ismételten a szíriai kormányellenes fegyveresek által elindított klasszikus dezinformációnak nevezte azokat a híreket, amelyek szerint oroszok tucatjai vagy százai vesztek volna oda. Nem 400-an, nem 200-an, nem 100-an és nem 10-en haltak meg az elsődleges értesülések szerint a katonai összecsapásban, amelynek okait most tisztázzák. 5 ember haláláról lehet szó, feltehetően orosz állampolgárokéról, mondta. A lengyel parlamentben olyan törvénytervezetet terjesztettek be, melyet aggodalommal figyelnek a zsidó közösségekben. A holokausztban történtek átértelmezése után most a kóservágást próbálják ellehetetleníteni Lengyelországban, írta az Israel National News. 2013-ban már megpróbálták minden rituális vágást betiltani, ám ezt a lengyel alkotmánybíróság a vallásszabadságra való hivatkozással elutasította. Éppen ezért az új törvény nem a korábbi tervezetet próbálja meg újra elfogadtatni, hanem olyan feltételeket igyekszik megteremteni, mely megbédíta le a kóser mészárszékek működését. Egyfelől megtiltanák a rituális szabályok szerint levágott állatok húsának exportját, a másik korlátozás szerint a levágás előtt álló állatnak tilos, természetellenes helyzetben lennie, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az állatnak a saját lábán kell állnia. Ez nagyon megnehezítené a kóservágást, mert a vallási előírások szerint tilos a pengét erővel az állat nyakának nyomni, hogy a felesleges fájdalomokozás elkerülhető legyen. Ezt nem lehet akkor megvalósítani, ha az állat álló helyzetben van és a feje a kés felett helyezkedik el, mondta Menachem Margolin rabbi, az European Jewish Association elnöke és a Chabad mozgalom képviselője az Európai Unióban. Abban az esetben, ha Irán támadást intézne a zsidó állam ellen, akkor Oroszország egyértelműen Izrael mellé fog állni. Erről Leonid Frolov, Oroszország izraeli nagykövet helyettese beszélt, a Times of Israel tudósítása szerint. Nem fogjuk hagyni, hogy Izraelt következmények nélkül bármilyen agresszió érje, mivel rengeteg orosz vagy orosz származású barátunk él az országban, tette hozzá. Szólt arról is, hogy Izraelnek teljes mértékben joga van az önvédelemhez, és az ország helyesen járt el a múlt hétvégi akcióban. A diplomata úgy vélte, egyáltalán nem biztos, hogy a múlt heti izraeli területre történő drónbehatolás mögött Irán állt. Gazdasági híreink. Közelítünk a teljes foglalkoztatottsághoz, aki akar és képes, az tud dolgozni, mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. A kormány 4 intézkedéssel segíti a foglalkoztatás bővítését. A 6 éves bérmegállapodással, ami egyrészt számottevő béremelkedést jelent a munkavállalóknak, másrészt jelentős járulékcsökkentést hoz a munkaadóknak, munkahelyteremtő beruházásokkal, a munkahelyvédelmi akcióval, amely járulékkedvezményekkel támogatja új munkahelyek létesítését, illetve a meglévőek megtartását, valamint az álláskeresők és a közfoglalkoztatottak esélyeit javító programokkal, amelyek az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. A tárcavezető utalt arra, hogy 2010 óta 750 ezerrel dolgoznak többen Magyarországon, túlnyomó többségük a versenyszférában. Sporthíreink. Magyarország 5 helyet javítva 49. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség világranglistáján, a top 15-ben nem történt változás, az élen továbbra is Németország áll, amelyet Brazília és Portugália követ. Az összen induló nemzetek ligájában a C osztályba sorolt magyarok ellenfelei közül a görög a 45., a finn a 66., míg az észt a 87. helyen áll a rangsorban. Híreinkről bővebb információt a www.braerpress.com, illetve a hetitv.com-on olvashatnak. Én köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! Péntek és szombat! Köszöntöm a kedves nézőket a hét utolsó napjain.
Pénteken észak felől beborul az ég, és elszórta a gyenge szitáló eső, havas eső, az északi hegyekben hószálingózás is előfordulhat a nap folyamán, plusz 1, plusz 5 fok várható napközben. Estétől várhatóan vékonyodni, csökkenni kezd a felhőzet északon, majd hajnalra többnyire elhagyja térségünket a vastag felhőzet dél felé, így ébredünk 0-3 fokra szombat reggel. Szombaton délelőtt kötfoltos, felhős, párás és szűrt napsütéses területek váltakoznak majd. Délután újabb erős felhősödésre számíthatunk. A hőmérséklet nem nagyon változik, az országos átlag plusz 4 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!